Jó napot kívánok! Játszunk! Játszunk, gyerekek! Játszunk! Játszunk! Akkor játszunk! Legyen ön is milliómos! Köszönöm, Balázs! Az első ötvezerét. Nagyon vigyázzon, mert itt az elején is furcsa dolgok történhetnek. Vigyázzon. Mi az a fóáltalános használt neve? Gondér. Itt a második megszűnő árnyalatát fejezzük ki a rozsda előtt aggal. Zöld rozsda, kék rozsda, barna rozsda, sárga rozsda. Ne hagyja magát! Aztán kiderült, hogy a barna. Itt a harmadik 25. Nyomzik a kormányfőt Ausztráliában. Ó, basszus! Nem kormánybiztos, nem kormányzó, kancellár meg főminiszter. B. Jelöljük meg! Remek! Tovább. Itt a negyedik 50 ezer. Ki a neve Alfonso játszott a fajlatos, meg a kemény kalap és a krumpli orcímű filmben? Látta a filmet? Nem, láttam. Nagyos kérdés. Akkor legyen a C. Megjelöljük a C-t. Holára tudja nyitni a szemét. Jót választott. Itt az ötödik a garantál 100 ezerért. A maga megkészült készül a pacal pörkölt. Ízes kérdés. Ízes kérdés, keres a hangot. Az ki a túrót szokott pihenni? Pacal pörkölt. Sick Transit Gloria. Oké, oké, akkor legyen nagyon C. Megjelöljük megint a C-t. 100 ezer forint. Pista bácsi a 200 ezer forintos kérdést teszi most fel. Összes témára van állítva. Mit tartottak eredetileg a sifonérban? Bére. És kérem szépen. Megjelölt a B-t, nézzük lesz-e belőle 200 ezer forint. Le vagyunk. Itt a hetedik 300 ezer. Melyik éve fordulóján zajlott a sztálingrádi csata? D. Meg is jelöljük. Nézzük meg. Olyan mérges vagyok, tényleg, hogy nem találok szavakat. Tényleg, 1942-43. Na tegyük hozzá egy laza 5000 forintos kérdéssel. A nevezik a nyers olajszállító tartályokat. Mi? Tankhajom. Jelöljük meg. És már is megyünk tovább helyet. Ez azért tök jó meg. Itt a második 10000. Itt neveznek az Indian Air. Mi Indian Air? Jó, felhívjuk Einstein. Maga nagyon lehet. Már is hívják a kollégák. A maga tipje nevezhet. Megjelöljük az át. Hát micsoda játék volt ez? Hát ha úgy tetszik, legyen már végre ön is milliomos. Na nézzük az első kérdést, 5000. Funk, sütemény. Adviselő funk, viselő funk, viselő funk, tisztviselő funk.